A második idegenbeli győzelmét aratta a kolozsvári UBT férfi kosárlabda csapata a FIBA Európa Kupa második csoportkörében. A belga Mons után Ciprusra utazott Mihály Szilvasán együttese, ahol kiélezett csatában 71-67-re legyőzte a Kerávnos csapatát. A Barrót nélkülözni kénytelen kolozsváriak nehezen fették le a beállós posztot. Drungi László játékán meglátszott, hogy nem itt érzi magát a legjobban. A győzelmet azonban a kiváló védekezés hozta meg a kolozsváriaknak, akik gyakorlatilag végigvezettek a mérkőzésen. Kuti Nándor 5 pontot szerzett a csapatának, olyan látványosat is, mint amilyen a Sákics passzából szerzett zsákolás. Az UBT jövő héten is idegenben lép pályára. Hollandiában a Donar Gröningenen vehet revansot a Kolozsváron elszenvedett vereséget követően. Az idei Dakar Rally utolsó dűnéjén is átverekedte magát a mezőny a Fiambala környéki fehér, finom szemcséjű homoksivatagban. A 11. szakasz az idei kiadás második maraton etapjának első fele volt. Azaz a versenyzők nem kaphattak segítséget a műszaki csapattól, maguk kellett megoldják esetleges technikai problémáikat. A szatmárnémeti Gyenes Emmanuel továbbra is a megszokott stabil ritmusban halad, a szakaszt a 30. helyen zárta. Összetettben pedig egy újabb helyet lépett előre, most a 24. pozícióból várja a folytatást. A maraton etap második részét ma rendezik Fiambala és San Juan között. A 375 kilométeres mért távon a versenyzők elhagyják a magas fensíkot. Sziklás terepen számos kanyar vár a motorosokra, az erőnlét nagy szerepet játszik majd a továbbiakban. Közel áll az olimpiai részvételhez Tófalvi Éva sílövő. A hargitafürdői sportolónak ez lenne a 6. olimpiája, a kvalifikációs időszak január végén zárul. Más évekhez képest visszaesés tapasztalható a romániai női biatlon sportban, hisz az elmúlt 20 évben mindig volt résztvevője a téli olimpián. Az idén azonban egyelőre csak remélni tudják, hogy lesz a rajtnál Pjongcsángban romániai női sílövő is. Ehhez a legközelebb a veterán Tófalvi Éva áll, aki már 5-ször vett részt 5-karikás játékokon. Jelen pillanatban egyetlen, akinek megvan a kvalifikálása, az Éva úgy néz ki, de reméljük meg is tartja, ugye ez január 21-én fejeződik be. Szeretnénk, ha kettővel mennénk, maximum kettővel, mert a román csapat lányoknál 5 fiú az már az kijutott. Márton Simonnak ez lenne a 6. olimpiája, akár csak Tófalvi Évának. A sportoló legközelebb a németországi Ruhpoldingban áll világkupa futamon rajthoz, majd ezt követően az olaszországi Antholz Anterselva következik.